üdvözlenek el. És vétem, itt van ez a rengeteget sokat keverő téma, a koronavírus. Ami koronavírus január 15-én a kínai új évvel lépett fel a világban. Híres lett, nagyon fertőzik, száma eléggé sokan bele is haltak, nem vagyok sokan. Szóval itt van a lényeg? Az a lényeg, hogy nagyon sokan ország a fertőzött betegeket hazaszállította 2-3-4 darabot, hogy be lehessen írni az egész országot, hogy koronavírussal fertőzött. És ezzel lehet, hogy bevitték a koronavírust. Meg ugyan, most pontosan ki tudja azt, hogy 2 hét után jelenik meg. Annyi, hogy a vírus egy pár hónap után vérmutálódik. Pontosan senki sem tudja, hogy mikor is jelentkezik rajta a tünetek. Nem lehet tudni, hogy mi történik. A koronavírussal a fertőzöttek, mikor is fertőződik meg, hogy elmutálódik a vírus az európai emberekre, jóval ragárosabb lesz, mint a kínaiakra nézve. Hiába zárják le a határokat, az nem megoldás. Legején kellett volna külön létesített helyre szállítani az adott állam polgárokat, és ottan figyelgetni, hogy kigyógyulnak. Ha egyáltalán kigyógyultak. De mindenki tudja, hogy kezd a kínai kormány olyanná válni, mint az észak-koreaiak. Hogy nem mindent vallanak be a valóságot. És az van, ha azt látszódik, hogy már nem annyira terjed a koronavírus Kínában. Mert kevesebb minden, akkor ezt a látszatot kell tenniük, de mi a valóság, mennyit van eltitkolva, azt nem lehet tudni, látni előre. Mi is a valódi helyzet. Hiába van azt mondva, hogy a Kínaiban már nem annyira tombol a koronavírus. De mi a valóság? Egyáltalán tombol a vírus, vagy csak el van hallgatva? Ez itt nem fog semmikor sem a valóság kiderülni. Próbálják mutatni az európaiakat, hogy egy idő után a vírus elkezd magától el fog tűnni. Nézzünk ennek a valóságos tényezőjét, hogy mi is van, valójában, hogy is jelentkezett. Elméletileg van a Wuhan volt egy kikötő. 30 kilométerre volt egy laboratórium, ahol voltak veszélyes vírusok. És elméletileg egy veszélyes vírussal egy pár denevér betört, megfertőződött, és már megették az ott élő emberek, nyersen a húsát. És így kapták el, így oszlódozott ki a vírus. Furcsa történet, ez is eléggé. Mint minden, az a legfurcsább, hogy a legelején nem kellett volna visszahozni a állampolgárokat, hogy felesen regisztrálni az adott országokat, hogy ehány beteg szám van. Az is lehet, hogy ez a vírus már nem ugyanaz, mint a kínai. Minél tovább van a vírus, annál jobban mutálódik. Hogy nem lehet tudni azt a fontosan, hogy mikor is lép fel, mikor is jelentkeznek a tünetek, lehetsz már csak egy hordozó vírusnak, és a többit megfertőződik tőled, pont 2 hét után, vagy előtte, vagy utána. Valósabban nem lehet tudni.
az vagy, vagy nem vagy az. Most mindenkit próbálnak arra összönözni, hogy ne menjenek sehova se, maradjanak otthon. És így elméletileg el fog tűnni a vírus. Mindenki tudja azt a... gondolom, mint azt a... hogy az a... vírus nem fog azzal eltűnni, hogy mindenki otthon van, és akkor nem oszózik tovább. Ma újabban már azt is van hangasztalva, hogy mossátok meg a telefonokat. Legyenek baktériumok. És vannak ezek a kínai konténerek. Kínából jönnek át. Azt ott valaki lepucolja, lepermetezi őket egyesével. Átnézi. Mi is van benne? Mik is? Történik benne? Mi is? Hát nem nézzük át rendesen. De itten pucolgasd a telefonodat, én mosod a kezedet állandóan. Mindenki gondolja azt, hogy van egy bizonyos kéznek egy védelmi rendszere, ami túlzott alkoholmosástól, alkohol mosod le folyton, vagy van, hogy hány napon, talán 10-re mosod, nagyobb kárt csinálsz a kezedben, mintha csak simán szappannal 2-4 cm megmosod. Tehát kimarja a kezedet. És mindjárt a bőröd felsítődik, és jobban fertőződel lesz a koronavírusra. Ez vírushisztória kicsit olyan nagyon elvont cselekvés. Sajnán elvonnak keveredve vele, de már késő mindenhez. Későn lett, gondoltak rajta, hamarabb kellett volna. Ez egyrészt jó, a nagyobb százalékban az idősebbeket támadja meg direkt a vírus, így már is a legnagyobb 21. századi probléma, nyugdíjasok ellátása, és már is már kevesebb nyugdíjas lesz, annál kevesebbet kell majd lesz az államnak a terhe, terhére nézve. De a vírustól nem lehet elmenekülni, tovább fog tombolni, olyan csak bír. Hiába vannak ezek a YouTube, meg egyéb más közösség odalak, amik egyre jobban csökkentik a kockázatot. Na, az állami kell várni a megoldást, hát mindenki tehet arról, hogy ne kapja el a vírust. Az a kérdés, aki elkapja a koronavírust, idősebbek, ilyen nagy százaléka, 90%-a, aki elkapja, az odezik, ami mi történik vele, aztán hova fog jutni vele, mi lesz? Hogy érte le az életét, le. Mit is cselekedett? Más téma? Hát a koronavírus tombol Európába, megállíthatatlan. Ez így fog lenni. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!